Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. The Station. A műsor támogatója jobb agyfiltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét boldog percek itt a Max Rádióban és a Rádió Retron is, és ma is itt van velünk szakértőnk, a jobb agyféltek és rajztanulásról lesz szó, a szakértőnk pedig a Valdorart képviseletében, Dologi Andrea. Szia, Andi! Szerbusz, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! A múlt adásban bemutattuk egy kicsit, hogy mi is az a jobb agyféltek és rajztanulás. Most egy kicsit menjünk abba bele, hogy kiknek is való ez a rajztanulás, gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy bárkinek? A jobbagyféltek és rajzolás alapvetően a realisztikus életű rajzolásról szól, és ezt a módszert mi alapvetően 10 éves kor felett ajánljuk, mert a rajzfejlődés az úgy működik, hogy ilyen 10-12 éves korra érnek el a gyerekek oda, hogy szeretnék lerajzolni azt, amit a valóságban látnak. És amikor már egy gyerkőc elkezd érdeklődni a felé, hogy én most szeretném lerajzolni a kedvenc állatomat, szeretném lerajzolni a kedvenc színészemet, énekesemet, akkor érdemes szerintem beiratni egy ilyen jobbagyféltek és rajztanfolyamra. Nyilván előtte is lehet rajzolni, tanulni, csak akkor nem a jobbagyféltek és rajzolásnak a módszerével. A 1-3 éves kor az, amikor a gyerekek elkezdenek ceruzát fogni, és elkezdenek firkálgatni. Először még csak ilyen körkörös formákat rajzolnak. Utána jön az, hogy a körökből négyzetek lesznek, szögletes formák, háromszögek, és azt is meg lehet a gyerekeknek tanítani, hogy ezekből a körökből, négyzetekből, háromszögekből hogyan lehet felépíteni egy házat, egy majmot, egy tigrist. Tehát ezt is lehet tanítani a gyerekeknek, csak ez még nem jobbagyféltek és rajzolás, mert alapvetően a jobbagyféltek és rajzolás az a realisztikus életű rajzolásról szól. Nálunk úgy van a korcsoport besorolás, hogy 10-14 éves kor az, amikor gyerekeknek ajánljuk a rajztanfolyamot, a személyes rajztanfolyamokat, és 14 éves kor felett már a gyerekek is jöhetnek felnőtt tanfolyamra. Egyébként van különbség? Megmondom, mire értem. Szóval nekem is van két unokahúgom, meg a páromnak szintén van két unokahúgicája, úgyhogy mi meg vagyunk áldva 4-10 éves unokahúggal, és képzeld el, hogy az én nagyobbik unokahúgom, ő nagyon-nagyon ilyen rajzolós, ha lehet ezt így mondani, óriási, hihetetlen tehetsége van, egymás után nyeri a versenyeket, szóval van különbség, ha valaki úgy megy el hozzátok, hogy ő egy ilyen rajztehetség, mint például az én Marian unokahúgom, vagy pedig nincs különbség, és gyakorlatilag bárki el tudja ezt sajátítani, attól függetlenül, hogy éppen tehetséges a rajzban, vagy nem? Én azt szoktam mondani, hogy a tanfolyamban résztvevőkön ugye látszik az, hogy ki honnan indul. Van, aki látszik már az első rajzon, hogy tehetségesebb és ügyesebben rajzolja, már meg az legelső napon elkészült rajzokat is. Van, aki meg valóban a pont-pont vesztőcskénél tart, és ennél ne többet nem tud. A végeredményben is látszani fog a különbség a két ember között, hogy most azt veszük, hogy valaki nagyon tehetséges, valaki meg kevésbé, tehát aki egy magasabb szintről indult, egy magasabb szintre fog eljutni. De mind a ketten önmagukhoz képest óriásit fognak fejlődni, sőt, hogyha úgy nézem, hogy kifejlődött nagyobbat, akkor azt mondanám, hogy az, aki a pálcika embertől kezdte, az nagyobb fejlődési fokot tud mutatni a végére, jobban nagyobb lesz a fejlődési ív, amit ő el tudott érni, mint az, aki mondjuk egy tehetségesebb rajzkészséggel van megáldva. Tehát a módszer mindenkinél működik, mindenkinél jó lesz a végeredmény, egy abszolút realisztikus életű portrét fognak tudni elkészíteni,
de lesz különbség a végeredményben egy olyan embernél, aki mondjuk már jobban rajzol az elején is. Igen, hát az én drága unokahúgom lepipál engem már 3 éves kora után, mert hogy én a pont-pont veszőcske kategóriába tartozom. De egyébként szerencsére nem vagyok ezzel egyedül, és nem is szégyenkezem miatta, inkább elismerem, hogy igen, ez így van. De egyébként engem is érdekel ez a jobb agyféltekés rajztanfolyam. Pontosan azért, mert én saját magamat ilyen téren, de a hallgatóknak mondom, hogy tényleg csak ilyen téren, egyébként butának tartom magam, mert hogy soha életemben nem tudtam rajzolni. De szerintem sokan vannak így ezzel, ugye, Andi? Igen, igen, persze, és megmondom őszintén, mi jobban is szeretjük azokat, akik úgy azt mondják magukról, hogy én teljesen pálcik embernél vagyok, mert ő még azzal a módszerrel fog menni, amit mi tanítunk neki. Akinek már van valami előképzettsége, ő belőle meg sokkal nehezebb azt mondani, hogy figyelj, de most ne így csináld, mert most nem az a feladat. Tudom, hogy máshol így tanítják, mondjuk mindig egy vonalas rajznak az elkészítése, hogy van, aki ez ilyen, úgymond ilyen szálkázós módszerrel kezdi el megrajzolni a vonalat, és mi meg azt tanítjuk, hogy nem, ne így, ne körülbelül rajzolt fel, és ne körülbelül vázolt fel, hanem próbáld meg pontosan megfigyelni, és pontosan megrajzolni. Tehát könnyebb dolgunk van azokkal, akik úgymond tüzek ebben a témában, hogy így fogalmazzak, mint azoknak, akiknek mondjuk van valami előképzettség. Értem. Na, én is szűz vagyok, legalábbis ilyen értelemben egészen biztosan. Viszont van még egy dolog, ami engem érdekel, Andi, hogy az emberek miért mennek el egy jobb agyféltekés rajztanfolyamra? Persze azon kívül, hogy engem is érdekel, nagyon kíváncsi vagyok, mindig a nyitott vagyok az új lehetőségekre, de mi a motivációja az embereknek? Miért mennek el hozzátok? Igen, most már egy 10 éve vannak ezek a rajztanfolyamok, és sok bemutatkozást meghallgattunk, és sok életsorsról tudunk. Én így magunkba ilyen 3 fő csoportra osztottuk a motivációt. Az egyik azok a típusú emberek, akik amúgy is szeretnek rajzolni, és szeretnék a rajztudásukat még tovább fejleszteni. Uh-huh. Vagy volt olyan, hogy régen szereted rajzolni, de most olyan életszakaszban van, hogy erre nem jutott rá idő, és most újból neki szeretne állni. Jól rajzol, de már csak pár dolgot kell tudatosítani ahhoz, hogy még előrébb tudjon menni. Uh-huh. De hát vannak azok, olyan típus, mint az unokahúgodról is mondtál, hogy uh-huh. már jól rajzol, és igen, szeretne igen. még jobban. Tehát van ez a fajta motiváció. Igen. Aztán vannak azok, akik elsősorban sikerélményre vágynak. Tehát, hogy nem is az a cél, hogy most ők a rajztudásban nem tudom, hova el akarnak jutni, hanem ez az egész jobb agyféltekés rajztanfolyam egy egyszeri élmény a számukra. Szeretnének büszkék lenni saját magukra, szeretnék azt, hogyha elismernék akár mások is az ő munkájukat, akár egy hasznos elfoglaltságot keres, vagy egy alkotói közösséget keres. Vannak fiatalabbak, vannak idősebb tanulóink is. Az idősebb tanulók, eddig a legidősebb diákunk, az képzeld el, 89 éves volt. Az igen. Én nagyon becsülöm, aki 80 fölött eljön egy ilyen tanfolyamra, és egyáltalán újat tanul, nyitott arra, hogy újat tanuljon, és megpróbálkozik ezzel. Az idősebbek motivációja például sokszor az, hogy az agyserkentés, hogy legyen egy tartalmas elfoglaltság, és legyen az, hogy valami működteti az agyat. Hogy meg egy kicsit ilyen boldogsághormon is, nem? Amit ti csináltok, abszolút. Hogy meglegyen az a sikerélmény, ahogy te fogalmaztál. Szóval, igen. hogy egy kis pozitív dolog történjen az ember életében, mert azért tudjuk, hogyha valaki elmegy egy ilyen tanfolyamra, akkor mondhatom azt, hogy 100% a siker? Abszolút, igen. Tehát mindenki eljut egy nagyon jó szintre, és önmagához képest nagyon sokat lehet mindenkinek fejlődni. Igen. És aztán a harmadik csoport, akik el szoktak tűnni rajztanfolyamra, amikor valaki olyan életszakaszban van, hogy tele a hócipője. Amikor így úgy érzed, hogy ellepnek
a hullámok, és vágy valami olyanra, hogy most kicsit kiszakadni a hétköznapokból, kiszakadni a mókuskerékből. Vagy vannak, akinek valami trauma történt az életében, és a traumát feldolgozni. Ugye a rajzolás az nagyon, rajzolás közben nagyon kikerülsz a hétköznapi valóságból, mivel akkor egy nagyon koncentrált, elmélyül tudatállapotban rajzolsz, nagyon kikerülsz belőle. Tehát nem tudsz a saját problémáidra gondolni, hanem ez egy nagyon jó pihentető és kikapcsoló elfoglaltság is, amellett, hogy egy nagyon pozitív sikerélményt kapsz a végén. Ez is érdekes egyébként. Szóval kedves hallgatók, ha valakinek esetleg olyan félelmei vannak, hogy nem szeretne elmenni raftingolni, mert fél az extrém dolgoktól, de arra esetleg nincsen pénze vagy lehetőség, hogy elmenjen a világ másik végére, mondjuk Afrikába, na annak valdorat.hu, itt van egy ilyen jobb agyféltek és rajztanfolyam, amit ki lehet próbálni, és egy tényleg egy nagy élmény. Remélem, jól mondtam, Andi. Igen, így van. Oké, kedves hallgatók, az elmúlt percekben ismét szakértőnket, a Valdorát képviseletében Dologi Andreát hallottátok. Andi, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltál velünk. Én is köszönöm. Szia! Szia! Ezek voltak a boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. The Station. A műsor támogatója, jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu